miben volt jó a Fradi, hol nyerhetett volna az Újpest. Sziasztok! Ez itt a taktikai tartalom. Én Banai Gergely vagyok, és ebben a videóban nézzük a legnagyobb magyar rangadó, vagyis az Újpest-Fradi mérkőzés elemzését. Elég érdekesnek érkezett az idei derbi, hiszen mindkét csapatnak új edzője lett az előző évhez képest. A Liláknál Krustics vette át a felnőtt csapat irányítását, és a bemutatkozása nem ígérkezett egyszerűnek, hiszen a Fradi elleni rangadók mindig kiemelten fontosak az újpestiek számára, sőt, ez az a mérkőzés, amire legjobban készülnek az egész szezonban. De az FTC házatáján is hasonló szituációk alakultak ki, aminek a végén Csercseszov ülhetett le a zöldfehérek kispadjára. Az ő játékáról és játék elképzeléséről már készítettem egy videót, amit itt az i-betűre kattintva te is meg tudsz nézni, ha esetleg nem láttad volna. Nagyon sok fontos információ van benne, ami a mai videóhoz is kötődni fog. Viszont most térjünk vissza a mérkőzésre, és nézzük meg azt, hogy mit próbáltak játszani a csapatok ezen a találkozón. A már említett 2-2-6-os támadásban való játékrendszert láthatjuk a Fraditól, ami úgy néz ki, hogy Mák, illetve Zubkov behúzódnak a félterületekbe, ezzel Botkának, illetve Csivicsnek, a két szélső védőnek helyet csinálnak a fellépésekre, hogy ők is be tudjanak lépni a támadásokba. Erre hogy reagált az Újpest? Oké, 4-4-2-es védekezést használtak, aminél az volt a fontos, hogy a két szélső védő, Kastráti, illetve Zubkov, Kasszelet, illetve Antonov, akinek szintén 14-es a messzáma, mint Zubkovnak, pont összeillettek, ők behúzódtak a szélsőkkel. Tehát így Kastrátit Makkot, Antonov pedig Zubkovot vette fel. Viszont így a szélen nagy területe lehetett volna Botkának és Csivicsnek, rájuk pedig a két szélső, Jahaja és Paujevic, vagy nyilván ezután pedig Katona lépett ki ezekkel a játékosokkal, és figyelt arra, hogy ne maradjanak üresen, és fel tudják őket venni. Ez nagyon fontos volt az Újpest védekezésének, ráadásul középen még Csomba is biztosított, emiatt pedig azt figyelhetett meg, hogy az ő segítségével középen egy 54-es létszám fölényt alakít ki az Újpestnek a csapata, ami, hogyha ő nem is szerepelt ott, akkor is egy 4-4-es létszám egyenlőség, ami azért, mert sok játékoson a 16-os előtt, ezért nyilván egy ponton mellőzött az Újpestnek kedvezett, és ez nagyon fontos volt az ő védekezésükben. Hogyha viszont még előre megnézzük azt, hogy mi történt pontosan, hiszen azt láthatjuk, azt láthatjuk, hogy Topmák, aki lényegében a játék szervezője volt a Fradinak, őt Mitrovic próbálta legtöbbször nyomás alatt tartani, emiatt pedig maradt Vécsei, aki fel tudta volna venni a labdákat, viszont őt mindig megpróbálták zárni, vagy abban az esetben, hogyha Vécsei alapból nem lépett ki, akkor ugye Croazé és Kovács és Koné egyből meg tudták támadni a két belső védőt, és itt egy 1-1-es szituációban labdákat tudtak volna szerezni, nyilván ezért az alaphelyzet az volt, hogy Vécsei nem lépett ki, de a 2-2 ellen kilépett ide a két belső védő mellé, ezzel 3-2-t kialakítani, emiatt Croazé és Koné nem támadott ki, hanem általában zárták ide a Tokmák felé menő passzokat, hogy ne kaphasson labdát, illetve ha mégis megtámadták valamelyik játékos, akkor a másik pedig bezárt, hogy előrefele középen ne tudjon haladni a Fradinak a csapata. Ezek tudtában mik is történtek a mérkőzésen? Két dolgot láthattunk. Az egyik az volt, hogy a Fradi helyzeteket tud kialakítani, ebben az esetben pedig mondjuk a szélen van a labda, és az emberező, nagyon fontos, hogy emberező Újpest védelmet láthattunk ezen a mérkőzésen, hiszen szorosan ki voltak osztva, hogy melyik játékos ki kell felvenni az Újpestnél, és ebből megpróbál a Fradi elszakadni, Mák és Bassé mondjuk ezen az oldalon megpróbálnak csinálni egy 3-2-t, hiszen mondjuk Bassé leszakadt az ő törző védőről, és megpróbál mondjuk ide belépni, vagy bárhogy megpróbálják akár ezeket a játékosokat kimozgatni, Mark Kasszert kimozgatja, és Bassé elindulhat. Igazából ezeket próbálták, csak nyilván azzal, hogy ők embereznek, a labdás játékos mindig folyamatosan nyomással tudták tartani, ezért előjöttek azok az erényeim például a Fradi játékosoknak, hogyha technikások voltak, akkor próbáltak egyezni, illetve minél több összhangban lévő elmozgással próbáltak helyzeteket kialakítani. Nagyjából az összes
nagy támadása ebből jött a Fradinak, és nagyon sokszor már csak balai múlott az, hogy ebből most gólt lesz vagy nem, a hálomon köt ki a labda, vagy sem. Viszont nem minden elmozgás volt elég hatékony, az egyes-egyes sem sikerülhetnek mindig, ezekben az esetekben pedig az Újpestnek a védekezése jól és hatékonyan működött. Ennek köszönhetően ők megszerezték a labdát. Viszont itt jött egy olyan pont, ami főleg az első fél időben volt jellemző, és rossz hatása volt a találkozó élvezhetősége szempontjából, hiszen általában ilyenkor felrúgdosta a labdát az Újpest kvázi irányába, és nem az volt a céljuk, hogy itt most gólt szerezzenek, hogy helyzetet alakítsanak ki, hanem hogy távol legyen a labda a kapujuktól, és igazából felrúgják róla azért a labdát, akinek nincs más dolga, hogy egy-két társa segítségével, ameddig tudja, addig cipeli a labdát, és akármilyen messzről, akár 30-ról ellövegti a labdákat, amik mind kis minőségű, kapura igazából nem túlságosan veszélyes helyzetek lesznek. Emiatt a találkozó igazából úgy nézett ki nagyjából, hogy a Fradi az próbál valamennyire focizni, helyzeteket kialakítani, elmozgásokkal, támadásokat építeni, ezt a játékot pedig elkezdi tördelni az Újpest, és igazából arra játszik, hogy ezt a Fradi játékot elrontsa. Nagyon fontos itt megemlíteni, hogy ez nem jó vagy rossz csatája, hanem ez két különböző stílus, két különböző játékot képviselő csapatnak volt a mérkőzése. Ilyen volt például a 2010-es évek elején Mourinho és Guardiola csatája is, a Real és a Barca edzőjeként, nyilván nem ugyanaz, ehhez tudnám inkább hasonlítani a mérkőzésnek főleg az első részét. Változtatott még az első félidőben egy olyat az Újpest, hogy Katona jött a pályára. Itt történt egy kis taktikai változtatás is, ami főleg a második félidőre volt érezhető. Igazából már itt van Katona, hogy láthatjátok, de alapból fontos elmondani, hogy ettől függetlenül még az első félidőben főleg azt láthattuk, hogy az alap játéka az Újpestnek, az alap labdás játéka, az egy 4-2-3-1 volt. Ez nagyjából így nézett ki, ahogy most ábrázolni próbálom. És itt Krozdinak általában egy mélyebb pozíciója volt, amikor ugye elindították a támadásokat, és nem tudott annyiszor előre menni. És ennek az, hogy előre tudott, csak nem volt annyira támadó és annyira kapura veszélyes a szerepe, hogy általában a kicsit Koné mögött játszott. Viszont az volt a nagy változtatás az Újpestnek, hogy átértek arra, hogy 4-4-2 marad a labdás vagy a támadásban való felállás is, még hogyha ez így nem is nagyon pontos, hiszen ugye kontrákra mentek. Ennek pedig az volt lényege, hogyha meg tudták szerezni a labdát, például itt mondjuk Kassati megszerezte a labdát, akkor egyből el tudott indulni Kroazé, Koné, Katona, illetve Pavlovics, tehát a két szélső és a két támadó el tudott indulni, ami ezért nagyon fontos, hiszen nekik pozíciót cserélniük nem kell, emiatt egyenesen tudnak futni, a lehető legrövidebb utat tudják megtenni előrefele, ezáltal pedig helyzeteket tudnak kialakítani, hiszen kevés a védő hátul a Fradinál, illetve pont amit említettem a Fradi játékával szóló videóban is, hogy a két szélső védő fellépése miatt, megalapodjazó gyakran progresszív visszatámadások miatt is, általában a szélen sebezhető lesz a Fradi. Tudnak itt zárni ezek a játékosok, viszont az összes olyan Újpest kontra, főleg a második fél időben, aminek már tényleg az volt a célja, hogy most meg gólt szereznek, és akár megpróbálják megverni a Fradit ezen a mérkőzésen, az mind abból tudott jönni, hogy ez a négy játékos egyből elstartolt, és mondjuk Pavlovics megkapta a labdát, és ő már szélre tudott menni, nyilván fokozatosan azért visszarohantak a Fradi játékosok, de mindent itt mondjuk Pavlovics el tudott jönni a szélen, és tudott egy beadással próbálkozni, aminek az volt a előnye, hogy ilyenkor a rendületből jövő Koné, Kroazé, vagy Katona, vagy hogyha például Katona adta be a labdát, akkor Pavlovics a másik oldalon helyzetet tud kialakítani, ezért próbálkozott például az Újpest több lapos beadással az ilyen támadások végén. Szerintem ezen a találkozón, mind a játék képe, mind a taktika alapján, két csapat nagyjából ugyanannyira érdemelte volna a győzelmet. A Fradi nem játszott jobban az Újpestre, de ugyanúgy nem volt rosszabb nálam, és végül egy szerencsésnek mondható lancságóllal be tudták hozni ezt a mérkőzést is, amivel megszületett a Csehszlovákia első gólja mellett az első győzelme. Ha tetszett ez a videó, és szeretnél hasonló elemzéseket látni, akkor mindenképpen iratkozz fel, és kapcsolj be a csengőt is. Ha
más gondolatod van, azt írd meg kommentben. A véleményedet like vagy dislike formájában tudod jelezni. Ráadásul elindult a taktikai tartalom blog is, ahol rövid elemzéseket olvashattok egy-egy mérkőzésről, és ugye annak a taktikai részéről. Illetve TikTokon csak le is tegyen követni. Ez itt a taktikai tartalom. Én Van Egy Gergely vagyok. Hello!